Ez itt a Future Talks podcast, a Trade Magazin üzleti podcastja. Krizsó Szilvia vagyok, és megszokhatták, hogy vendégeinkkel mindig a saját területük jövőjét firtatjuk. Ez most sem lesz másként, de mondjuk azért most biztos, hogy fogunk csacsogni, mert hogy Máté, Krisztina, Kriszta a vendégem, egykori kolléganő, már sose dolgoztunk egy tévénél, de minden esetre ugyanazt csináltunk. Mindig tudtunk, hogy nagyjából ugyanazt csináltunk, de te most már producer vagy, hát azon túl, hogy folyamatosan tanítasz docensként is, mindenféle főiskolákon, egyetemeken kommunikáció. Hát mondjuk kettőn. Jó, hát kettőn, de azért mégis most csak... Most már csak egyen. Igen, most már Kodolányi. Kodolányi vagyok, akkor ezt így most tisztába tudjuk tenni, de nekem az nagyon tetszik, hogy most már mint producer hívtunk meg téged ebben a műsorban, hiszen a cápák producereként, miközben nagyon sok olyan műsor van, amit producerként jelzel, és ezt majd, vagy jegyzel, erről majd még szeretnék is beszélni, de hogy én azt nem tudom nem megkérdezni tőled, Kriszta, hogy neked az első gazdasági témájú műsorod az első millióm volt, ahol üzletemberekkel beszélgettél arról, hogy hogyan lett ez a bizonyos az első millió, amiről általában nem nagyon szoktak beszélgetni. Nem, csak megkérdezem, hogy neked. Hogyan lett az első milliód? Az még eljön az az idő. Mondjuk, ha az András kérdeznéd, akkor ő biztos azt mondaná, hogy én az a fajta hülye vagyok, aki egyszer nem, teljesen más szemlélettel vagyok képes dolgozni. Tehát nem, sose volt szempont. Olyan szempontból nem volt szempont, hogy tehát én ha szeretek valamit, én képes vagyok eladósodni is érte, de egy pár cipőért is, tehát bármiért. És ezt valamikor a környezetem ki is tudja használni. Tehát ez igazából inkább szerelem, mint valamilyen gazdasági megfontolás. Tehát nem azt gondolná valaki, hogy úgy élek, mint egy hollywoodi producer, akkor nagyon téved, mert ez azért nem igaz. Tehát ez egy ugyanolyan tévés munka, csak a háttérben zajlik. Na jó, de azért ebben nagyon nagy szereped van, szóval azért itt ki kellett találni azt, hogy hogy juttok hozzá a licenszhez, ki kellett találni azt, hogy kikkel fogod ezt a műsort megvalósítani, kik lesznek azok az üzletemberek, akiket ebbe bevonsz, hogyan lesznek itt jelentkezni. Jó, szóval, persze, igaz, tehát az elmúlt majdnem 30 évemnek az összes televíziós tapasztalata benne van. És szerintem az nagyon fontos, hogy az ember több pozícióban kipróbálta magát, ezért több pozícióban bele is tudja képzelni magát. Tehát az összetettsége ilyen szempontból egy jutalomjáték. Hogy egy csomó helyzetben tudom, hogy mi a megoldás, de nem következik egyik a másikból. Azt gondolom, hogy amikor valaki gyakornok riporter, akkor még ne legyen producer, ez igaz, de a gyakornok riporteri munkán már túl voltam, és a képernyős munkán is túl voltam, és hát ez tök őszintén úgy történt, hogy amikor abba hagytuk, úgy szoktam mondani, a bohóckodást, a napi bohóckodást a tévében, akkor én hazamentem, és megkérdezte az András tőlem, hogy és akkor most mit fogsz csinálni? És egyszerűen nem tudtam rá válaszolni. És akkor eszembe jutott a Stály Judit, aki amikor abbahagyta a híradózást, akkor hazament, és amikor az ő férje megkérdezte tőle, akkor azt mondta, hogy főzni. És annyira vártam, hogy nekem is legyen egy ilyen, amit ki tudok találni, hogy akkor most mit fogok csinálni. És nem találtam ki. És akkor már egy jó darabig nem találtam ki, és már azért voltam feszült, meg görcsös, hogy miért nem találom már ki. Pedig tudtam, hogy egyszer abba fogom hagyni, és akkor indult az RTL 2, és az RTL 2 vezetői hívtak oda, és már műsort készíteni, és akkor hazamentem, és mondtam, hogy hát már túl vagyok ezen, már akarok tévézni. És akkor azt mondta az András, hogy vedd tudomás, hogy egy hülye tévés vagy, és csináld, hogyha egyszer nem találták ki semmi más. És tényleg nem találtam ki semmi más, hogy egy hülye tévés vagyok. Jó, de ebből azért nem következett volna, hogy te legyél a cápáknak a producere. Tehát ezért nem, igazad van, az első milliómon keresztül, amikor a Bridge Budapest alakult Magyarországon, akkor az egyik első ilyen látható projekt volt Pist Gyurvárával, közös projektünk, és belesodródtam, és amikor a cápák között lett, ugye annak is volt egy előzménye az RTL-en, egy Ekopoli című műsor, ami még korán volt. És nekem az, hogy nagyon magaménak tudtam azt a gondolatot, hogy az üzleti kultúrát azt valahogy befolyásolni kéne Magyarországon, hogy ne legyen a vállalkozó szitok szó, hogy ne az legyen, hogy csak mutyizva meg adócsalva lehet Magyarországon üzletelni. És akkor nekem is meglepetés volt, hogy több olyan üzletemberrel beszélgettem, mint ahány belefért egy évadba, ezért aztán lettek további évadok. És hogy ez már egy teljesen másik közeg, és hogy ezen hátha érdemes.
És igazából a cápáknak is szerintem a legfontosabb drive-ja minnyájunkban az, hogy edukálni még nagyon is van mit. De egyébként ugye ezt már többször mondtad nagyon sok helyen, hogy eszed ágában nem jutott, hogy ez ennyire sikeres lesz, mint amennyire nem. Sikeres lett, ennyire nézett lett, mint amennyire nézett lett. Szerinted mi a titka, hogy az Ecopoli kapcsán mondod azt, hogy mert az túl korai volt, hogy most erre éheznek az emberek? Tehát, hogy vagy egy kicsit a reality világa az beszippantja, teljesen mindegy, hogy most gazdaságról van szó, vagy... Olyan nehéz ez, mert nem tudom. Tehát azt tudom, hogy szerintem ehhez a klubhoz jó tartozni, hogy ha ezt nézed, azt nem ciki azt mondani, hogy nézed. Amikor a Győzike ment a tévébe, akkor mindenki azt mondta másnak, hogy ő nem nézte. Ugye nem tudjuk, miből volt 3 milliós nézettsége, de ő senki nem nézte, ugye? Tehát valahogy vagy a való világgal ugyanígy volt, hogy egy csomó mondták, hogy ők sose nézik, de iszonyú magas volt a nézettsége. Tehát nem szerették az emberek bevallani. Ezt meg olyan könnyen bevallott, hogy nézted, mert tanulsz is közben, meg nincs is benne semmi ciki, érdekes, ami ott történik, mert olyan figurák vannak ott, akiket nem látsz másik műsorban, tehát nem az van, hogy csereszabatosak egyik produkció vagy egyik másik tévé között, és szerintem ez jó érzés civil embereket természetesnek látni. Most már megszokták a cápák a reflektort, tehát lehet, hogy már ők is el fognak kanászodni. Én azt látom, hogy lubickolnak benne. Hát tehát mindegyik már saját, nem tudom, tiktokerek lettek meg, nem tudom mit. Tehát, az elején arról volt, hogy semmit, ők semmit nem adnak magukból, de bele szerettek ebbe a dologba, meg szerintem, hát például a Balogh Petya nagyon sokat tesz azért, hogy mindenféle szinten megtanuljanak az emberek vállalkozni. Tehát a gyerekekkel kezdi, és az oktatáson keresztül kezdi, és ugyanolyan fontos neki, és bárhová elmegy, ahol most nem akarok egy reklámot csinálni, szegény mindenhol hívni fogják, de hogy szóval bárhová elmegy, hogyha úgy érzi, hogy annak haszna van. Egyébként a műsorban, mert ugye külsőként az ember azt mondja, hogy jó, hát ott vannak konfliktusok, és nyilván egyik része az, hogy tényleg magától alakul ki, de hogy van a koncepcióban olyan, hogy muszáj ahhoz, hogy izgalmas legyen. De, hogy tudod, mint a izé, és akkor most kicsit beszéljél valamit, vagy ne, tehát nincs ilyen. Nincs ilyen, és ráadásul olyan, engem még meg is szoktam sértődni, mikor a kommentekben azt mondják, hogy valakinek az a feladata, hogy Moldován Andrásnak azt mondjuk, hogy legyen egy ilyen konfliktusos pali. Hogy nem mondjuk, tehát hogy senkinek nem mondunk semmit, annyit mondunk nekik, bármelyiket megkérdezett, hogy csinálj, amit akar, és mi meg majd fölvesszük, és abból lesz valami. Az, hogy ők vitatkoznak, meg időnként keményebben fogalmaznak, vagy megcirógatnak valakit, az nem utasítás, hiszen ők tényleg nem, tehát minden pillanat igazi, tényleg nem tudják kiállott velük szembe, és az, ami történik, és mit mond nekik, hanem arra reagálnak, ahogy eladja magát. De neked mennyire volt egyszerű bemenni tulajdonképpen ebben az értelemben, az üzleti szférában, hogy üzletembereket kasztingolsz, hogy nyilván vannak, akiknek te mondod azt, hogy figyelj, mégsem lesz jó, hogyha bejössz ebbe a műsorba, és van, akiket meg nagyon szeretnél, és ők mondanak igen. Neme. Van, akit 5 évig fűzök, hogy bejöjjön, mint az Eszter. De szerintem egy picit az is fontos, hogy ez a nap végén egy tévéműsor, aminek érdekesnek kell lenni. Tehát én nem értek annyira az üzlethez, mint amennyire adná magát, hogy én az üzleti közegben legyek otthon. Én a tévés közegben vagyok otthon, és az üzletemberek között pedig valahogy így próbálok szocializálódni az elmúlt időszakban. Való igaz, hogy nagyon sok mindenkinek van meg a telefonszáma a telefonomban, és állandóan keresünk új cápákat, tehát mindig találkozom üzletemberekkel, de szerintem az értékelhető dolog, hogy ha mondjuk egy üzletember eljön egy próbára, egy cápa próbára, és szerintem ott ő nem jó, vagy nem tenne jót neki ez a fajta nyilvánosság, akkor megmondom. És elhiszi. Szóval, hogy volt már ott olyan cápa próbán üzletember, aki nagyon szerette volna előtte, kipróbálta, és mivel ott, hát ugye ők vezető pozícióban lévő üzletemberek, akik a jéghegy csúcsán ücsörögnek, vagy nem tudom, a trónjukon üldögélnek az adott cégben, de itt sok kis kakas van ezen a szemétdombon, tehát itt azért nagyon mások az erőviszonyok, hogy itt mindenféle első emberek kerülnek össze, és más lesz a dolog dinamikája, és valakinek ez bejön, valakinek nem. Ebbe szerinted hány évad van? Mert valószínűleg az elején senki nem mondta. Kézzel nem tudom. Nem tudod? Nem. Ugye amikor mi elkezdtük, akkor a 16. évad körül jártak Angliában, Amerikában, 1-2 évaddal az egyik a másik előtt,
És én azt hittem, hogy hát egy pici ország, majd jönnek a vállalkozók, elfogynak. De nem fogynak el, mert egyrészt egyre több a vállalkozás, tehát statisztikailag is, másrészt meg azok a vállalkozások, akik pár évvel ezelőtt még nem láttak benne fantáziát, azok már igen, meg aki nem akart bejönni egy tévéműsorba, az most már meglátja benne a jót. Úgyhogy azt látom, hogy nem fogynak a vállalkozások. Tehát most már 16 adást, most ez az év a 16 adás, és a 16 adás azt simán összejön. Hogyha máról holnapra azt mondják, hogy jó, köszönjük szépen, most nem lesz több cápa, és hazamész, és megkérdezi a férjed Bárdos András, hogy oké, akkor most mit fogsz csinálni? Azt hiszem, már nem kérdezi. Nem, az a baj, hogy... Kíméletesedted most már nem. Hát szerintem igen, de hogy annyi mindent csinálok egyszerre. Tehát én is közben vállalkozásba fogtam, Liluval csináltunk egy közös vállalkozás, ez a Liluland, ez ilyen közös szerelem gyerekünk, és ugyan ő van az arccal benne, de a háttérből segítem ezt a dolgot. Tehát én is közben hasznosítom azt a tudást, amit felszedegettem, tanítok mellette. A két sportoló gyerekemnek a abajgatása, vagy akárcsak a karateruhák kimosása, az nem kis feladat ilyen rendszeres versenyeztetésnél. Tehát, hogy enyhén szóval nem unatkozom. Szerintem én 2-3 évet simán tudnék úgy üldögélni egy kanapén, hogy csak elolvasgatom azt, ami lemaradt az elmúlt években. És nem lenne lelkismert fudalásod? Mert? Hát ettől, hogy az ember idézőjelben csak ül egy kanapén és olvasgat. Mert ugye nagyon sokszor vannak emberek olyan helyzetben, hogy nagyon aktívak és csinálják, és akkor egyik napra a másik az, hogy jó, most kicsit ki kéne pihenni, de az már milyen, hogy csak otthon ülök és olvasok. Hát rátapintasz, mert én is hajlamos vagyok erre, de szerintem van az a pont, amikor az embernek annyira elég, hogy akkor már jól esik egy kicsit, nem. Tehát ezeket a gap-íreket, ezekben a céges kultúrákban, amit különböző kultúrában másképp, de használják, szerintem ez elkélne lassan itt is. Én nem tudom, szerintem ez simán ki tud égni az ember egy idő után. De ezért te még nem vagy ott, vagy? Nem, hát azt hiszem én nem, de valószínűleg ennek titka az is, hogy szeresd, amit csinálsz. Tehát, hogy én szeretem csinálni ezt. Ugye Kriszta, beszéltünk arról, hogy meg már most is szóba hoztad a tanítást. Te hogy, szóval mit látsz, hogy a évről évre változik? Ajaj. Igen? Persze. És milyen irányba? Szerinted. Jó, ez csak egy ilyen álkérdés volt. Nem, hát nehéz ugye ez, mert a mi szakmánknak az alapvetéseinek ma már nincsen létjogosultsága. Tehát kiállni egy katedrára és azt mondani a diákoknak, hogy az újságíró mindig igazat mond, hát valljuk be, azért ebben van némi kockázat, vagy hallgattassék meg a másik fél, vagy szóval sorolhatnám ezeket az alapelveket, amiknek ma már nem igen van értelme, mert azt mondják, hogy elmennek a gyakorlati helyre, és nem ezt hallják. Az is igaz, hogy amikor én kezdtem, tehát amikor én ebbe az iskolába elkezdtem ezt a, nem az iskolába kezdtem a szakmát, hanem előbb, de hogy amikor megtanultam a Színművészeti Egyetemben Vitrai Tamás Horváth Ádám osztályába, akkor ez egy nagyon más presztízsű szakma volt. Tehát nem savanyú a szőlő, mert nagyon más szkíjei vannak ezeknek a fiataloknak, de már nem feltétlenül kell annyira gondosnak, igényesnek lenni bizonyos területeken, már más fontos. És ugyan, ha belenézel egy kamerába, és elkezdesz beszélni, az mindegy, hogy a YouTube-on látszik, vagy valamelyik tévében látszik, vagy egy podcastban látszik, de tehát az alapvetések azok lényegileg ugyanazok. Valószínűleg ezért is tudok még tanítani, mert egyébként már nem sok újat tudnék mondani azoknak a fiataloknak, akik nálam ügyesebben építik a saját imidzsüket. De az alapvetésekben, vagy a szakmánk alapjaiban még vannak érvényes dolgok szerencsére. Azon mit értesz, hogy nálad ügyesebben építik a saját imidzsüket? Én nem vagyok ilyen self-brandingben jó. Soha nem is voltam. Nem szerettem fotózkodni, nem szerettem. Tehát én nem hívtam fel soha egy újságírót, hogy mit írjon rólam, mert de szeretném. Nálunk inkább mindig az volt, hogy én kicsit hisztis voltam, amikor fotózni kellett menni, és akkor az András mindig azt mondta, hogy benne van a fizetésedben, úgyhogy csöndbe légy. És akkor tudomásul vettem, hogy igen, benne van a fizetésemben. Tehát nekem nem lételemem ez a része a dolog. Ja, de valószínűleg nem is kell neked, mert mégiscsak oda kerültél a Forbes listára a médiában, ja, hát mint a tizedik legben. Azt szerinted a műsorból adja magát? Tehát az annyi, igen, hogy hát csináld ezt a műsort, és akkor ettől... Képzeld el, én soha nem hittem, hogy nekem jár, vagy hogy az én érdemem. Mindig azt gondoltam, hogy ez egy helyi érték, hogy éppen amit csinálok, az
emlékszem, amikor a kereskedelmi tévék indultak, és először voltam a Karácsonyi Rádióság címlapján Pálffy Istvánnal együtt, tehát ez mehet távol áll, minden része ennek a mondatnak, hogy akkor azt éreztem, hogy körülöttem mindenki elhiszi, hogy az ő. Én meg azt gondoltam, hogy biztos lefizette a tévé a rádióságot, hogy én legyek a címlapon, és biztos nem én vagyok, hanem én egy eszköz vagyok ehhez. Tehát ez egyfelől kicsit ilyen fogyatékosság is, másfelől pedig sok mindentől meg is kímélt szerintem, hogy nem hittem el soha, hogy... Egyébként ez nagyon érdekes dolog, mert én se hiszem el soha, szóval, hogy ez nyilván ebben van egy ilyen, hogy ez folyamatos teljesítményre ösztönöz, és állandóan csinálsz valamit, csak közben, ahogy mondtad, akiket mondjuk tanítasz, ők azt látják, hogy effektíven nem biztos, hogy a minőségi teljesítményre van szükség ahhoz, hogy érvényesülj, vagy hogy eljuss több százezer, több millió emberhez, akármilyen tartalommal. Ez egy nagyon fontos skill, amit én már nem lennék képes. Tehát én ma már valószínűleg nem lennék egy ismert tévés arc, mert sose tenném azokat a dolgokat, mert azok a dolgok távol állnak tőlem. De rettenetesen becsülendő az, amit ezek az emberek dolgoznak. Tehát egy influencer ma már, mondjuk nyilván nem mindegy, kire gondolunk, de hogy ő rengeteget tesz azért, hogy ő az legyen, aki, meg ami. Ez egy nagyon kemény munka. Ahhoz én már nem értek. Mi az, amihez értesz? Tehát, hogyha most téged valaki megkérdez, akkor meg tudod fogalmazni? Komolyan kérdezem, ezt szerintem nagyon-nagyon sok emberben megfogalmazódik ez a kérdés, hogy most már effektíve annyira felgyorsul a világ, és tényleg mindig az ember azt érzi, hogy na most már mindentől le van maradva, és valahogy próbálja felszedni az újabb és újabb dolgokat, és egyszer föltenni, jó, de akkor most... Én szerintem én tudomásul veszem, és el tudom fogadni, én egy hülye tévés vagyok. Tényleg. Tehát akkor ez neked segítség? Ezek persze, szerint, tehát, hogy így a... Biztos nagyon jó ügyvéd lettem volna, mert lyukat beszélek valakinek a hasába, ha kell. Vagy biztos vannak más dolgok, amiket nagyon szerettem volna építész lenni. Annyira adta magát, amikor én 16 éves voltam, és ezt elkezdtem, hogy akkor ez az én utam, és én ezt akarom megtanulni, és Vitraitól akarom megtanulni, meg Horváth Ádámtól akarom megtanulni, meg azoktól az emberektől, akiktől végül is sikerült, vagy hát az ő közelükben nőttem fel, hogy igen, tehát hogy azzal tudok veled menni, hogy ez egy szakma, aminek az alapjait azért jó tudni. Tehát Picasso is tudta, hogy kell szemet meg szájat festeni, és igen, hogy nem azért csinálta, hogy centik kell az egyiket a följel, mint a másikat. Szóval ebben hiszek, ebben a részében hiszek. Azt is hiszem még, hogy még talán lehet egyengetni ezeknek a fiataloknak az útját. Ami ma már múlik, tehát ami a lényeg a dolognak, ahhoz már nem értek. Szerinted a tévé az nagyon sokan keltették már a halál hírét, de hogy el fog tűnni? Nem tudom, ezt én nem tudom. Nem tudok ebben belemenni mélyet társalgás, mert amíg van, meg amíg sikeres egy tévéműsor, meg amíg a reklámozók a tévében látják a fantáziát, hogy valamit eladjanak, addig van tévé. Így vagy úgy, vagy amúgy, bármilyen mutációban, de lesz is. Igen, csak pont azon merítettem, hogy ha most visszatérünk egy kicsit a Cápák című műsorra, hogy akkor mit látunk? A tévé képernyőjén látjuk a műsort, de a social médiában valami elképesztő felületet kapnak egyenként a cápák, közösen, folyamatosan megy, mind mondom, hát én teljesen a TikTokon jönnek szembe, és mondom, ezt nem hiszem el. Tehát, én hiszek abban, hogy ez nem egy tévéműsor. Én hiszek abban, hogy ez egy, most remélem, hogy nem érted félre, nem nagy szavakat akarok használni, de ez egy mozgalom. Tehát, hogy a tematikája, vagy az egész, ami egyébként nagyon sok helyen megjelenik, és ami ez a partnereink is tudnak csatlakozni, hogy élőben, itt, ott, amott, mindenhol ugyanazt mondjuk, és ugyanazt a szemléletet képviseljük, szerintem ennek van ereje. Tehát, hogy tényleg ez, a tévéműsor az egy húzóerő, egy valami, amire ráépíted az egészet, és valószínűleg annélkül nem menne. De amit ráépítesz, mondjuk, ha csak azt veszem, hogy milyen sokan nézik vissza a tévéműsort a neten, tehát nem a tévében nézik meg, hanem visszanézik, mert már nem akarják a reklámokat, meg nem érnek rá vasárnap este, meg nem tudom. Tehát az is egy iszonyú nagy erő, vagy nagy közösség. És próbálunk erre persze minél több színt ráakasztani.
Te, hogyha ugye azt mondtad, hogy az volt a célkitűzés, amikor elkezdted még az első millióm című műsorra ezt a dolgot, hogy valahogy a vállalkozó szót, mint olyat ne szitokszóként használják. Igen, abszolút. Ez a műsor már ezt elérte, nem? Tehát, hogyha más nem is ért el, akkor... Igen. Nekem én nagyon szeretem azt, hogy Balogh Petyának költöznek a gyerekek a farsangon. Szerintem ez tök jó, hogy ilyet el lehetett érni, és hogy igenis, ez egy trendi dolog lett. Nem tőlem lett az, hanem a cápáktól lett az, és ez tök jó. De ma már nem olyan abszurd elmenni egy középiskolába és a gyerekeket üzletről hallgatni. Én saját gyerekem iskolájában is voltam többször így, meghallgattam, hogy a gyerekek ugyanezt hogy csinálják. És ott van egy ilyen kurzus, hogy diákvállalkozásokat indítanak, és iszonyú sikeresek. De például a lányom... Mi segíthetnék, hogy ugye ugyanoda jár a gyerekem, és nyertek az ő diákvállalkozás, az első lett. Na, tehát azt mondom, az hogy ez egy baromi jó, igen. Azért meg tőle egyetlen tanácsot se, tehát az ő jobban tudja, mint én, de biztos jobban tudja, tehát miért ne tudná? De ez jó, nem? Hát igazából, hogy ha most a 21. századról beszélünk, és ugye arról, hogy az oktatás, és nyilván változtatni kell a tematikán ahhoz, hogy még érvényes legyen és érdekes legyen. De hát ezt a szemléletet valóban be kellene vinni talán már, sőt, már lehet, hogy óvodába, de általános iskolában biztos, hogy kicsit az ember úgy lássa a saját pénzügyeit, meg a tudatosságnak a jelentőségét. Hát én emlékszem, amikor a tanítványaimnak először kaptak pénzt a munkájukért, és nem tudták, hogy egy számlát hogy kell kitölteni. Tehát, hogy ezek a fajta gyakorlati tapasztalatok vagy útmutatás, ez nincs meg. Szerintem most már egyre több iskolában van, tehát hogy látom, azért a cápák is elég sok iskolában megfordulnak, a diákok fogékonyak erre, sőt, egyre fiatalabban kezdenek el vállalkozni, már most volt idén egy 16 éves fiú, aki a szülei cégét növesztette nagyjá, és kezdte el ő használni. Ugyan még nem lehet saját vállalkozása, de majd az övé lesz. Hogy ez tök jó. Ha azt mondom, hogy jövő... Ez a szó, mint olyan, benned kelt bármit, érzelmeket, bármilyen gondolatot, akár pozitív, akár negatív értelemben, vagy ez csak egy szó? Ha őszintén akarok rá válaszolni, akkor nem. De azért nem, mert én valahogy mindig jelenben vagyok. És ez otthon ilyen családi konfliktusokat is szül, hogy az András néha szeretne beszélgetni velem arra, hogy mi lesz jövője, vagy jövő héten, vagy ilyesmi. És velem viszonylag nehéz. De azért, mert valahogy Nem a pillanat túlélése fontos, hanem nem tudok annyira tervezni. Annyi az ismeretlen szerintem most körülöttünk. És annyi minden, a gyerekem egyik érettségizik, a másik egy másik verseny előtt áll, nyelvév előtt áll. Nem tudom, hogy nem lehet a tévében egy évadnál előbbre tervezni. Már tudjuk, hogy csináljuk a 2025-ben képernyőre kerülő évadot, de azt már idén csinálni kell. De hogy 26-ban is lesz, azt nem tudom. Tehát, hogy semmi olyan nincsen, amitől hosszú távú terveket lehetne szövögetni, és ezt meg is tanultam, hogy ez abszolút az mi pillanatnyi életünknek az, hogy az milyen, az fontos. Jó, de ez azért érdekes, amit mondasz, mert mondjuk például, hogyha a cápákat nézem, akár a social médiában megjelenésüket, vagy személyesen ismerem aztán tulajdonképpen mindegyiküket, akkor ott tehát a Petyának saját tervezője van, szóval, hogy baromira arról szól a dolog, hogy hogyan kell tudatosan tervezni az életedet. Én ebben nem vagyok olyan jó még, ezt majd nem tanulnak kell, maradjuk ennyiben. De kérdés az, hogy egyébként vajon mi működik jól? Vagy hogy kinél mi működik kinek ez, jól? Kinek az? Én szeretek akkor átmenni a hídon, amikor odaérek. Van, akinek ez fontos, hogy jó előre tudja. Nem tudom, hogy Magyarországon ennek milyen távon van létjogosultsága, vagy lehet-e így tervezni. Én nem. Tehát én tudnék vitatkozni azon, hogy miért nem. De... Figyelj, én egyetem vagy tervezős, csak azt látom, hogy vannak, akik ilyen nagyon céltudatosan, célorientáltan mennek, és a lépéseket, hát most már nem cápa nála Tomán Szabina, de itt volt ebben a podcastban, amikor elmondja, hogy még az is bele van írva a naptárába, hogy mikor van a, nem tudom, a... Igen. Feltöltődési egy óra, és hát nem egyedül van ezzel, hanem tulajdonképpen az is egy mozgalom, hogy legyél sokkal, de sokkal tudatosabb. Igen. Nem csak a jelenben, hanem a jövőben. Ebben is. Nekem még nagyon sokat kell tanulni. Hát, hogy együtt el kéne menni valahol vissza, majd keresek a olyan tanfolyamot, ebben különböző készségeket fejlesztenek, mert hát, de eddig meg bejött, szóval, hogy nem, tehát, hogy igazából az, hogy nem tervezel annyira előre, mégiscsak működnek a dolgok, tehát a lehetőségek mégiscsak megtalálnak.
De ez annyira típus kérdés. Én tudom magamról, hogy én az adott pillanatban az adott helyzetre jól reagálok. Jól mérem föl a helyzetet, és jól reagálok. Van, aki egy ilyen helyzetben lefagy. Annak nyilván tervezni kell, annak nyilván tudnia kell előre. Nekem nem kell tudnom feltétlenül. Amikor, mert azért volt az életedben olyan, hogy te szóba hoztad, hogy ugye utoljára voltál a TV képernyőn, ugye ott az Andrással voltatok utoljára, tehát ugye eljöttetek igazából... 2009-ben. 2009-ben. Igen, akkor voltam utoljára úgy rendszeresen. De addig az egész életemben nem volt olyan hét, hogy ne ültem volna kamera előtt. Tehát 16 éves koromtól 2009-ig azért az elég jelentős része az életemnek. Nem telt úgy, ugye, hát azt nem mondom, hogy nap, mert pár nap biztos eltelt, de hogy egy hétnél több idő nem telt el így, ez biztos. De ezért érdekes, mert azért arra én emlékszem, hogy azért az nem egy szép történet volt tulajdonképpen, ahogy ti eljöttetek Elég volt belőlünk, meg nekünk is belőlük. Hát oké, de hát ezért akkor is ezt fel kell dolgozni a lelkiekben, nem? Tehát, hogy képzeld el, hogy nekem nem azt kellett feldolgozni, azt tudtuk, hogy vége lesz. Nálunk akkor már hetekkel korábban ment a állandó vitatkozás abból, hogy mikor szálljunk ki. És az András minden nap úgy ment be, hogy na ma hát, ha megoldjuk ezt a dolgot. Az Anna lányom akkor került óvodába. Vagy is volt, 2009. Hát akkor kell bölcsödébe talán. És végig gondoltam azt, hogy kora délután átrohanok a városon Zuglóból, hogy a gyereket elvigyem edzésre, és én vigyem el edzésre azért, hogy nekem mesélj el, hogy mi történt vele aznap, és utána visszarohanok. A lányom már később fog végezni, tehát őt már csak este 7:30-8-kor fogom látni. De már nem volt jó, tehát egyszerűen az életformánk változott meg annyira, hogy egyszerűen más volt fontos. És amikor már ez nem volt annyira fontos, akkor meg váltani kellett. Én nyugodtabb lettem volna, ha addigra kitalálom, de hát mivel nem tudok előre tervezni, ezért aztán nem találtam ki, hogy mi lesz utána, és akkor kezdtem el kapkodni. De egyébként ez azért nagyon érdekes, amit mondasz, mert nem mindenkire jellemző az, hogy ennyire fontos az, hogy ő vigye a gyerekét az edzésre, vagy a nem tudom, hogy tudjon vele beszélgetni a kocsiban. Nem mindenki van minden versenyén ott a gyereknek, nem mindenki van annyira jelen az anyai szerepben, de ez neked nagyon-nagyon fontos, és ami most is, hát ebben a beszélgetésben, de egyébként is tudom, hogy talán ez sokkal fontosabb, mint minden más. Így van. Soha nem gondoltam magam, hogy ez így lesz, de egyszerűen csak így lett, és ezzel sem nagyon tudok mit csinálni, vagy mit tenni. Meg nem is tudom, hogy kellett. Tehát egy ilyen anyatigris vagyok, és erről azt a gyerekeivel kéne megkérdezni, hogy ez jó-e nekik, vagy nem, de valóban az elmúlt, hát amióta vannak, azóta lényegében mindent ehhez igazítok. Tehát akkor érek rá, amikor nekik nincs rám szükségük, és akkor nem érek rá semmi áron, ha nekik szükségük van. Tehát bármit képes vagyok igazítani ehhez. Ez hogy van az üzleti világban? Ugye nagyon sok cápa jelölttel interjúzol, és nagyon sokakkal beszélgetsz. Ez mennyire általános szerintem? Varga Eszternél ez van, tehát hogy erről itt is beszélt. Hát meg... megkedveltem az első alkalommal, és azóta rendszeresen kávézgatunk, és mindig felvetettem, hogy mi lenne, ha, és mindig mondta, hogy hát nem, meg nem akarja annyira. Tehát őt például kimondottan megfűztem, ahogy soha senkit nem fűztem életembe, de szerintem most már sokkal könnyebb, tehát most már mindenki tudja, hogy ez mi ez a szerep. Az elején senki nem tudta, tehát az elején ebbe beleülni és vállalni azt, hogy neked van egy egzisztenciád, van egy arcod, van egy habitusod, van egy vagyonod, és ezt egy tévéműsorért tedd kockára, az nem volt általános. Tehát nekem az akkor az elején egy nagyon súlyos, komoly felelősség volt, hogy ezeket az embereket belehúztam ebbe, és vajon jót teszek-e velük. És hát amelyikükkel szorosabb, személyesebb kapcsolatom volt, azokat még a második évadban is kérdezgettem, hogy biztos, hogy jót teszek veled. És én amikor van egy megbeszélés, akkor is leginkább az ő érdekeiket képviselem, amikor nincsenek ott, hogy nehogy olyan méltatlan helyzetbe hozza őket, mondjuk egy újságíró, vagy egy nem tudom, milyen média felület. Ugye ezt tehát azért hoztam szóba, mert hogy egyébként nála pont ugyanaz a helyzet, hogy miközben egy befutott üzletasszony, miközben egy pénzügyi szakértő, miközben egyébként másokat is támogat coachként abban, hogy fejlődni tudjanak, aközben nála is az van, hogy az anyatigris szerep az,
az nagyon... Már a Szabináról beszélsz? Nem, én most az Eszterről, a Varga Eszterről. Ez Eszterről, nem tudtam kiről szó, szóval, bocsánat. Eszterről. És hogy a kérdésem igazából arra irányult, hogy ez szerinted mennyire általános az üzleti életben, tehát hogy ennyire a család, mert én nagyon sok üzletemberre találkozom, és azt gondolom, hogy ezért ez így ritka. Tehát nekem volt olyan ügyfelem, aki hölgyként volt nagyon erős pozícióban, nagyon magasan, és akkor az volt a mondása a közel fél éves gyereke kapcsán, hogy hát igyekszem otthon lenni az esti fürdetésre. Mondhatnám azt, hogy de jó, hogy én megtehetem, de szerintem ez nem azon múlik, hogy megtehetem, hanem hogy én meg akarom tenni. Tehát szerintem mondjuk rám az életem egy bizonyos időszakában biztos könnyebben rámondták, hogy karrierista vagyok, mint most. Mert nem áldoztam föl semmit a gyerekeim oltára. Rengeteget dolgozom, tehát ha őket kérdezed, akkor nyilvánvalóan azt mondják, hogy elviselhetetlen vagyok, de a fontos dolgokat nem lehet, szerintem nem lehet pótolni utólag. Tehát már olyan nagyok, már mindjárt fölnőnek és elmennek, és utána már majd élhetek a saját vágyaimnak. Na jó, de mondj egy arányt most, tényleg. Tehát, hogy nem értékítéletet akarok, csak hogy egy rálátást arra, hogy vajon az üzleti életben, akik tevékenykednek és magas vezetői pozícióban vannak, ott hogyan oldják meg azt, hogy nagyon felelősségteljes döntést kell hozni, de mégis van egy gyerekem, két gyerekem, három gyerekem, férjem, feleségem, tehát hogy azért az élet mégse csak a munkáról kellene, hogy szóljon. Hát szerintem nagyon sokan vannak, akik ezt nem találják meg jól az arányt. Én se tudom, hogy megtaláltam-e jól az arányt, vagy megtalálom-e. Az a lényeg, hogy én jól legyek a bőrömbe, vagy elégedett legyek ezzel. Nem mindig vagyok. Természetesen folyamatos lelkiismeret furdásom, hogy nem vagyok elég jó anya, hogy mégse vagyok ott annyit, amennyire igazán szükségem lenne. Ma se én megyek a gyerekért az iskolába. Tehát, hogy van persze egy csomó ilyen, de ez habitus kérdés. Az ember ezt el tudja engedni, vagy tudja azt gondolni, hogy ma én magamnak vagyok a fontos, akkor szerintem simán át tudja csoportosítani a dolgokat. Én belehalok. Tehát én kész vagyok, hogyha valamit nem sikerül megoldanom. De az, hogy egy adott pillanatban az a képességem, hogy az adott szituációhoz alkalmazkodom, szerintem ez erős. A cápák nem minden részt megnézel? Minden részt megnézek, hát egyrészt minden pillanatnál ott vagyok. Jó, de utána lesz abból egy minden... vágott anyag mindennél, az A-tól Z-ig, te mindig ott vagy, igen. És teljesen, tehát hogy igen. Így... De nem vagyok annyira kontrollmániás, mint amennyire hiszed. Nem, de több szem többet lát, tehát nyilván van olyan, hogy még a végén én veszek észre egy olyan gesztust, és nem aki csinálja, hogy... Úgy érzem, hogy ennek biztos nem örülne az a cápa, látná, hogy nem tudom, ott nem előnyös az a mosoly. És akkor azt még kicsit változtatunk rajta. Mindig ugye mindenkitől, aki egyszer a képernyőn volt, meg szokták azt kérdezni, hogy ezt el se tudod képzelni, hogy... El se. És képzeld el, hogy ez nem duma. Tehát ez annyira nehéz ügy. Úgy utáltam, amikor valaki megkérdeztem, mindig mondtam, hogy nem, és akkor láttam azt a fanyalgást, hogy jaj, de hogy nem hiányzik, hogy ne hiányozna, hát úgy is hiányzik. És nekem tényleg nem hiányzik. És annyira jó, hogy nem kell mindig sminkelve mászkálni, és halál jó, hogy most nem azt mondom, hogy káromkodhatok az utcán, én csak káromkodom, de hogy megtehetek dolgokat, és már nem tudják. És közben meg az is igaz, hogy annak meg biztos van valamilyen szívet melengető része, hogy azt mondja a zöldséges, hogy olyan rég láttam, szabadságom van. Ja. Mert hogy olyan, még a múltkor még ott ültem. És nyilván... Tehát egyszer találkoztam egy csajjal, valamelyik színházban dolgozott, és odalépett hozzám, és mondta, hogy szeretne nekem bemutatkozni, mert őt Máté Krisztinának hívják, és hogy telefonon mindent el tud intézni. És egy ilyen magas, barna csaj volt, és mondta, hogy olyan hálás nekem, hogy ez ilyen könnyen megy. De biztos, hogy van előnye is, nem mondom, de én nem szeretem ezt kihasználni. Nem csak, hogy pont ez jutott eszem, hogy láttalak a Kadarkainak a podcastjában, ahova szintén elmentem a Kadarkai miatt. Tessék, ahol a szombatesti lázról volt szó, tehát hogy azt se gondolta volna soha senki rólad, hát hogy hajlandó senki, vagy. De én magamról se. Na jó, csak hogy akkor mégiscsak a soha az végül is egyszer csak megtörtént. De az nem a saját akaratomból volt, az erőszak hatására volt. Életem legszörnyűbb élménye volt, és mindenki azt gondolta, hogy ez majd... az én imidzsemen, ezen a szigorú, kemény csaj imidzsemen, az változtatni fog. Szerintem nem változtatott, csak kínos volt, és mai napig vannak rémálmaim, azt időszakot belegondolom, mert ott rettenetes idegen terep volt. Tehát nyilvánvalóan szeretem azért, hogyha olyan terepen mozgunk, ahol tehát szórakoztató műsorgyártásban valószínűleg show műsorgyártásban úgy értem nem lennék jó.
Ugye azt mondod, hogy a szigorú imidzsed, azt gondolták többen, hogy ez majd változtatni fog. Uh-huh. Szerinted a szigorú imidzsed egyébként milyen hozzáadott értéket jelent? Szóval hol volt ez? Nem volt cél. Hát a hírek, azok mindig rossz dolgok voltak, komoly dolgok voltak. Jó híreket nem lehetett ilyen vidámon. Volt, akinek sikerült, nekem nem sikerült soha. De hogy azt gondolom, hogy nem volt olyan közeg. Tehát én azt gondolom, mindig úgy viselkedtem, ahogy az adott helyzetbe kellett. Rossz hír volt, meg szomorú hír volt, meg komoly hír volt, akkor rosszul néztem, meg komolyan néztem, meg szomorúan néztem. Vidám hír nem annyi volt. Jó, de a szigorú imidzsed egyébként szerintem nem is a híradóból alakult ki, hanem a leggyengébb láncszemből, nem? Tehát, hogy igazából a híradó... De már a leggyengébb láncszem is a híradó miatt volt. Tehát amiatt volt, hogy egy hírműsorban én egy ilyen szigorú csaj voltam. Mai napig azt mondom a diákoknak, hogy úgy tehát viszket vakarják meg, mosolyogjanak, ha kell, sírjanak, ha kell. Én is így gondoltam, soha nem tettem másképp. A játék, tehát a leggyengébb láncszem, az egy szerep volt. De az egy játék volt. Tehát ott az eredeti BBC-n Anne Robinson akkor nyugdíj előtt álló csaj, aki rettenetesen szigorú volt, és ugyanilyen imidzsű csaj, de ott minden rá segített. Alulról jöttek a fények, hogy még szigorúbb legyen az ember arca, fekete ruhába volt. Tehát, és én annyira élveztem, hogy egyáltalán nem bántam. És utána mindenki mondta, hogy na hát, hogy ez hogy rám égett, és milyen érdekes, milyen rövid ideig ment a tévébe, és ahhoz képest, hogy most is erről beszélünk, de az se zavart. És akkor nagyon jutott eszembe, hogy nekem valahogy én emlékszem azokra a cikkekre, amik a leggyengébb láncszemmel foglalkoznak, de hogy nem a híradóhoz kötő. Számomra hát nincs szigorú imidzsed, de hogy tök érdekes dolog. A mai napig hogy... az anyámnak biztos megvan az blik hajtás duplán, áll egy teljes alakos kép fekete ruhába, és mellé volt írva, hogy a néző gyűlölik a TV2 kápóját. Ja. Tehát, hogy az anyukám meg zokogva fogadott, hogy Jézus Mária, mi lesz most? Én meg akkor is tudtam ezekre emlékszem, tehát hogy azért mondom, hogy milyen érdekes dolog, hogy ez, emlékszem, hogy cikkek jelentek meg erről, tehát, hogy... Hát annak volt létjogosultsága, akkor aki abban részt vett, az nagyon szerette, tehát az értette ezt a dolgot. Én azt hittem, hogy a végén belekacsintok a kamerába, attól minden zárójelbe kerül. Nem került, vagy hát kicsit később került, de hogy nem tudtam én ezt fölmérni, hogy ez mennyit fog nekem ártani, vagy most se tudom úgy gondolni, hogy ártott, mert azt gondolom, hogy része az életemnek. De olyan jó volt csinálni, hogy ez mindent megért. A sikerhez hogy állsz, Kriszta? Nem, azért gondolkodom, hogy azért sohajtottam így, mert nagyon nehéz jó választ adni erre, mert nagyképűnek tűnik. Tehát az én életemben, amióta tévézem, meg úgy egyébként is viszonylag sok siker volt, és az ember hozzászokik az apró sikerekhez. És akkor egyrészt lételemévé is válik, másrészt meg nem is nagyon tudja már értékelni úgy, ahogy azt kéne. Tehát abban például nagyon rossz vagyok, hogy megünnepeljem a saját sikeremet. Azt nem tudom már megünnepelni. Menjünk tovább, jön a következő feladat, és csináljuk, és ez például ez az egyik legrosszabb tulajdonságom, azt hiszem. De például mit tart a sikernek? Tehát ugye mondod, hogy vannak az apró sikerek, és akkor mi is a siker, hogy mondjuk a Forbes-ban rajta vagy a listán, vagy ez a siker, hogy jól sikerült egy adás, vagy mit értünk nálad, mit értünk mondjuk a siker? Ott engem tényleg zavart, hogy egyedül vagyok ott, miközben 150-en csináljuk a műsort. Miért nem lehetünk 150-en a címlapon? A Forbes-nál. A gyerekeim sikere az mindig egy kicsit az én sikerem is. Tehát azt iszonyatosan tudom értékelni. Valószínűleg kicsit függő is vagyok, és azért is járok versenyekre, hogy milyen jó, hogy ott vagyok a sikernél, vagy részese vagyok, hogy látom őket. Másrészt pedig én még mindig tudok örülni egy nézettségnek, egy magas nézettségnek másnap, és remegve nyitom ki a telefonomat, hogy megjöttek-e a számok. Tehát ez sem múlik. Talán az is igaz egy kicsit, csak ez is olyan furán hangzik, hogy annyi siker volt már, hogy már az se baj, ha már nem is lesz soha többet semmi. Ezt komolyan mondod, hogy ki tud jelenteni? Hát ezzel szerintem egyedül vagy nagyon-nagyon... Nem tudom. Megvolt egy csomó olyan siker, ami életcélnak kitűzhető. És akkor lehet azt, hogy akkor a következő, nem tudom, 2-3 éve csak ülsz a díványon és olvasol? Uh-huh. Az? Most már tudom képzelni, tengerparton. Tengerparton.
Ugye mondtad, hogy 150 ember csinálja. Hát, vagy 200 is lehet. Vagy 200. Hát ez, őket vezetni kell. Hát igen, de nem én vezetem őket, hanem megvan a megfelelő felelős az adott feladatra. Tehát ez nem az én sikerem, ez a közös sikerünk mindenkié. Nem csak a cápáké, hanem az összes szerkesztői, riporteré és runneré, aki dolgozik abban a műsorban, mert mindenki egyrészt nagyon nagy kedvel csinálja, és egy ilyen nagy baráti társaságá nőtt már ez az egész így a 8. évad előtt, de szerintem az függ is attól, hogy valahogy olyan habitusú emberek is jöttek össze, akik így összeillenek. Tehát nagyon sok tanítványom dolgozik velem, akik nyilván valahogy abban az időben csak-csak valamilyen értékrend alapján közöset gondoltunk a világról. Meg hát sok olyan régi kolléga. Tehát ez tök jó, hogy ebben a műsorban már azokkal dolgozunk, akikkel szeretnénk, és nem akik épp ráérnek. Jó, de azért nyilván a te vállalatodnak is van felelősség, nem? Hát amikor most jöttél be, elmondtad, hogy éppen költségvetést készítettél, tehát hogy ez az egy dolog, hogy egy baráti társaság, de azért döntéseket kell hozni, persze, delegálni kell feladatokat, hát gondolom én, hogy számon kell kérni, változásokat kell eszközölni, mikor az van, tehát hogy azért ezek mind olyan vezetői készségek, amik... Hát igen, nekem nem ez okoz gondot, vagy nem ez okoz még kihívást, hanem például az, hogy ez egy olyan sajátos konstrukcióba készül ez a műsor, hogy ennek a műsor költségvetésének a felét mi szedjük össze, és a másik felét adja hozzá az RTL. Tehát ez egy ilyen tandemben készül, és akkor ezért cserébe a műsor környezetében lévő felületeket értékesítjük. Van egy koncepció, hogy ne kerüljön le akármi partnerként a műsorra, hanem olyan emberekkel dolgozunk, vagy olyan cégekkel dolgozunk, akiknek dolga van az üzlettel, és akkor ők megtalálják a saját szerepüket benne. Ez például nagy felelősség. De az már, hogy egy forgatáson mindenki teszi a dolgát, és mindenki tudja a dolgát, anélkül is, hogy a körmére kéne nézni. Könnyen ráálltál arra, hogy tulajdonképpen, most nem nyilván nem személy szerint neked, de valahol mégiscsak neked kell pénzt szerezni ahhoz, hogy meg tudjon valósulni a műsor? Hát, mondjuk a családomat kérdezett, hogy tudok-e nyugodtan aludni bizonyos napokon, akkor biztos azt mondják, hogy nagyon könnyen veszem. De még eddig soha nem volt belőle baj. Tehát eddig még mindig sikerült, vagy mindig sikeres volt ez az összes évad, és azt is gondolom, hogy amíg nem csinálunk olyat, ami ez ellen megy, vagy nem kell olyan kompromisszumokat kötni, addig ez sikeres is lesz, mert valami közös nagy dolgot építünk, ahogy korábban beszéltünk. Igen, csak nem is arra gondolok, hanem hogy vannak emberek, én biztos, hogy ilyen vagyok, akik el nem tudnám képzelni, hogy oda menjek valakihez, hogy itt a koncepció, és akkor ehhez kellene egy támogató partner. De tehát, én képzeld, hogy én úgy tárgyalok általában, hogy én megnézem, hogy neki mi jó ebbe. Tehát nekem több olyan kollégám van, ezt mondtam a Kadarkainak is, és nagyon hülyén nézett rám, emlékszem, hogy én úgy tárgyalok valakivel, hogy én alkudom fölfelé a pénzét, mondjuk. Tehát, hogy ha én úgy gondolom, hogy az ő munkája, tehát, hogy ez egy nagyon más típusú üzleti magatartás, és azt gondolom, hogy bejön. Tehát még csak nem is a win-win helyzetekből indulunk ki, hanem mindig a másik érdekeiből. És az legalábbis meglepő. Jó, azt mondtad, hogy ha most abba hagynád, és akkor mennél a diványra olvasni, és a gap year, meg stb., de ha mondjuk mégis úgy döntenél, hogy nem akarod abba hagyni, akkor neked van bármi olyan koncepció a fejedben, amin azért úgy elgondolkoznál, hogy még egy olyat csinálni? Mindig van. Mindig van, de általában le kell ezeket nyesegetni, mert nem fér bele mindig valami új. Most már tudom, hogy nem leszek építész, mert az már majdnem biztos, hogy nem leszek, de még nagyon sok mindenről nem tudom, hogy nem leszek, úgyhogy még hátha. Még akármi is lehet? Uh-huh. Akármi is. Örülök, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy hívtál. Köszönöm szépen. Máté Kriszta volt a vendégünk.